és most felkérem Szinetár Miklós művész urat, a Magyar Állami Operaház címzetes főigazgatóját, Kossuth Díjas érdemes és kiváló művész, aki 60 évvel ezelőtt itt a szegedi szabadtéri játékokon rendezte Kacsó Pongrácz daljátékát, ahogy elnök úr is említette, a János Vitéz, hogy mondja el avató beszédét. Tisztelt ünneplő közönség, nagyon megtisztelő ez a felkérés számomra, és nagy boldogság. Nagy öröm, hogy Simándi József barátom szobrát néhány szóval felavathatom. De hadd mondjam meg, hogy maga a hely, ahol itt állunk, ez maga is engem egy kicsit meglepett, és nagyon jól lepett meg. Tudnék, ez a hely valami érdekes estének a tanúja. Volt egy olyan este, egy Bánkbán utolsó előadásom az egyik évben, amikor már megszakadt az előadás, mert valamilyen taps hallatszott innen erről a helyről. Nézők nem tudták, hogy mi az. Én tudtam, mert véletlenül itt álltam. Ugyanis az történt, hogy utolsó előadás volt, és már nem volt jegy. És nagyon sokan nem jutottak be. És hát kint álltak a Cerberusok, és vigyáztak, hogy ne jöjjenek be a nézőtérre, nem is engedtek be senkit, de amikor a hazám árja következett, akkor megesett a szívük, és beengedték azt a mindegy 100 embert, aki ott állt végig, és várta az előadás végén. És azok bejöttek, és innentől hallgatták végig a hazámat, itt tapsoltak lelkesen, és Simándi József, amikor az árját befejezte, még volt egy jelenete, hogy kijött a színpadról, idejött, és így üdvözölte őket. És újabb tapsvihar tört ki, miközben megfolyt az előadás. Úgyhogy erre ez úgy megütött, hogy itt van ez az emlék szobor, és nagyon jó, hogy itt van. És hát azt mondtam, nem tiszteletlenül, hogy barátom volt, így igaz, 1951-ben, harmadéves színművészeti főiskolás koromban Olá Gusztáv, az operáz akkori főrendezője, kiemelt engem, és ösztöndíjas rendező lettem az operában. Mi voltunk az első ösztöndíjas társaság, Melis György, Házi Erzsébet, Gáncs Edit és én. És rögtön beosztott maga mellé az Aidába. És már megvolt a premier, amikor azt mondta nekem, hogy azt mondja, nézze, szóval van itt egy nagyon tehetséges fiú Szegedről, állítsa be őt a harmadik szereposztásba, ő lesz ott a Radamesz. Ez volt Simándi József. Az volt az első találkozásunk. Házi színpadon próbáltunk, és előadást dirigált a Ferencsik János, és még soha nem felejtem el, hogy jöttem a folyosón, és szembe jött a Ferencsik, és azt kérdezte tőlem az jellegzetes hangján, na, megy a betanítás! Mire én azt mondtam, hogy hát nem tudom, hogy betanítás, nem betanítás, én nagyon sokat tanultam. Mert rengeteget tanultam a Simándi Józseftől, aki hát egy kicsit jobban tudta az Aidát, mint én, és nagyon föl volt készülve. Innentől aztán elindult és kezdődött köztünk egy barátság, ami itt a szegedi szabadtéri játékokon tetőzött sok előadásba. Az egyikről még egy anekdóta is maradt, és egy közmondás, amit nem is tudnak, hogy innen való ide ered. Következő volt, a Hunyadi Lászlót rendeztem, és az első díszletes próba volt. Este volt, és eljött Simádi József végcsáta, majd jött a kivégzés az utolsó két, csekjátok próba volt, és föntről, innentől, innen látszik, a színpad tetejéről ott volt egy emelvényen, a bakónak, a tönkjeleg, és egy hang föntről azt mondja a Simádi József, hogy Miklóskám! Mondom, tessék, ezen a kis vacak helyen lesz az én kivégzésem. Józsikám, hidd el nekem, az egy pici hely, de az összes reflektor oda megy, ki van emelve, az a fő. Hát nekem elment a kedvemettől az egész kivégzésem. Úgyhogy még itt van, hogy nem is vele. De komolyra fordítva a szót, a szegedi szabadtéri játékok az ma már Európa kulturális térképének egy nagyon fontos darabja.
Ides Tova másodszor már 60 éve. És nem lehet nem beszélni ezekről a játékokról úgy, hogy meg ne említsük azokat, akiknek ez köszönhető. Elsősorban hadd emlékezzek meg ismét az én rögeszmémről, Gróf Bánffy Miklósról, aki ezt az egészet kitalálta, és az első ember tragédiáját itt rendezte, akinek köszönhetjük, hogy az egész egyáltalán van. És a Vaszi Viktor, akinek a lelkesedése ezt visszahozta ide, arra a posztra, amire ez való. És a korán meghalt Tari Jánosról, aki ennek az igazgatójaként, egy lelkes megszállottként képviselte a játékokat, és végül, de nem utolsó sorban, Simándi Józsefről, aki fémjelezte. Szóval voltak olyan évtizedek, amikor Szeged, Szabadtér és Simándi ezek összefüggő, egymástól elválaszthatatlan programok volt. A Zeneakadémián én tanítok, és szoktam mondani példaképpen, hogy a Simánditól lehet tanulni azt, hogy hogy lehet valaki egyszerre európai polgár, és egyszerre mélyen magyar. A Simándi József zseniálisan énekelte a Mesterdalnokoknak a címszerepét, az Aida címszerepét, minden európai darabban abszolút helytáll. Nem volt bezárva egy krecsibe, hogy ő csak a magyar darabokba tud énekelni. Nagyon széles repertoárja volt, az egész európai operairodalmat tudta és énekelte. És nagyon-nagyon mélyen magyar énekes volt. A Hazám, Hazám az összefűződik az ő nevével. És ebben a kapcsolatban is hadd mondjak el még egy történetet. Ő nem csak abban volt magyar énekes, hogy magyar érzésű volt, hanem többek között azzal, hogy tudott magyarul énekelni. A Zeneakadémián múltkor valamikor volt egy tehetséges, nagyon szép hangú tenorista, énekelte a Hazám, Hazámat, és mondtam, hogy könyörögöm, Hazám, Hazám az Z betű, nem Haszám, Haszám. És az M a végén az M, ettől magyar nyelv a magyar nyelv, hogy a mással hangzóknak rangja van, nem Haszám, Haszám. Majd amikor már hosszan így elemeztem, azt mondja, nézd, tudja miért. Nem is beszélt, hogy menjen haza, hallgassa meg a Simándi Józsefet, hogy az a legjobb lesz. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ez a szobor felavatásra kerül. És önöknek is azt tudom mondani, ha tudják, hallgassák meg Simándi Józsefet a Nürnbergi Mesterdalnokokban, az Aidában, a Fidelióban. Ebből lehet megtanulni, hogy hogyan kell európai polgárnak lenni, és hallgassák meg a Hazám, Hazámat, hogy hogyan kell magyarnak lenni. Köszönöm a figyelmet! És most megkérem Simándi Józsefné Jutka asszonyt, dr. Kozma József elnök urat és Szinetár Miklós művész urat, hogy leplezzék le Kelemen Kristóf szobrászművész alkotását, Simándi József mellszobrát. Következik. Kérem először a Simándi család tagjait, képviselőit, hogy helyezzék el az emlékezés virágait.